Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízott főigazgatója a Megyeháza dísztermében kiemelte, az elmúlt fél év rendhagyó volt a szervezet életében, hiszen most nem csak a katasztrófák, a veszélyhelyzetek okozta kihívásokkal kellett megküzdeni, hanem a fiatalon elhunyt bajtársak, köztük a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság korábbi vezetőjének elvesztésével. Igazgatónak pedig olyat kellett ide találni, keresni, aki megfelelő tapasztalattal, gyakorlattal rendelkezett, akinek megfelelő ismeretei vannak. Szabolcs megye veszélyeztetettsége az egy ismert fogalom mindenki számára. Nem tehettük meg azt, hogy kockáztassunk, hogy esetleg olyan még gyakorlattal nem rendelkező vezetőt nevezzünk ki, aki itt kell, hogy megtanulja a vezetői szakmát. Ezért esett a választás Varga ezredes úrra, hisz ő idevalósi. Ő pontosan ismeri ennek a megyének a problémáit. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság új vezetője korábban már töltött be hasonló tisztséget. 2012. decemberétől ő irányította Jász-Nagykun-Szolnok megye katasztrófavédelmi igazgatóságát, korábban pedig 2000. szeptember 1-től a Szabolcsi igazgatóságon dolgozott, majd 2012. januárjától közel egy évig vezette a nyíregyházi katasztrófavédelmi kirendeltséget. Barátomként tisztelt Csepeli Zsigmond tűzoltó dandártábornok úr által elkezdett munkát szeretném folytatni, és természetesen azoknak a munkáját is, akik az elmúlt évtizedekben vezetőként dolgoztak a megye katasztrófavédelme érdekében. Én ezeket az alapokat szeretném továbbcsiszolni, aprólékos munkával továbbfejleszteni és javítani az igazgatóság szakmai tevékenységét. Az új igazgató hozzátette, bízik a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság teljes személyi állományában, így joggal reméli, hogy közös munkájuk révén tovább javíthatják a megye biztonságát.